V súvislosti s uplynulým zastupiteľstvom by som sa chcel dotknúť dvoch tém. Prvá je správa, ktorú dostali poslanci o kalamitnej situácii, ktorá nastala v dôsledku prívalového dažďa koncom júla. Toto mali žiaľ naši občania možnosť, drvivá väčšina z nich, zažiť na vlastnej koži. Két témáról szeretnék beszámolni a testületi üléssel kapcsolatban. Az egyik az a tájékoztató jellegű anyag, amely a július végi katasztrófa helyzettel, az özönvízszerű esővel kapcsolatos, melyet sajnos a polgárok többsége a saját bőrén tapasztalt meg. Hál' Istennek nem gyakori jelenségről van szó. Jelentős károk keletkeztek, úgy a magánemberek, mint a vállalkozók és a város esetében is. Egy dolog a károk felmérése, kimutatása és a kár esetek elhárítása, ami még most is zajlik, hiszen olyan nagy volt a természeti csapás, hogy ennyi időre van szükség. A károk számszerű kimutatása még úgyszintén nem fejeződött be. Mindannyian azt reméljük, hogy az elkövetkező 10 évben nem ér bennünket ilyen csapás, de ezt a klímaváltozást tekintve sajnos nem zárhatjuk ki. Éppen ezért fontos, hogy a szükséges intézkedések megtételéről is beszélünk. Nem lenne reális azt remélni, hogy az elkövetkező években olyan csatornarendszert lehet kiépíteni, amely elnyeli ezt az özönvízszerű esőt. Úgy vélem, ilyen rendszer az ország egyetlen településén sincs, ám születhetnek olyan hatékony döntések, intézkedések, melyek enyhítik ezeket a károkat. Fontos, hogy a szakemberek kidolgozzák a megfelelő intézkedéseket, javaslatokat tegyenek, és ezeket a képviselőtestület elfogadja. És a polgároknak is el kéne gondolkodniuk azon, hogy bebiztosítsák ingó tárgyaikat ilyen esetekre, és természetesen az ingatlan vagyonukat is, ilyen például a személygépkocsi. A másik téma, amelyet megemlítek, az Iskotály utcai nyugdíjas otthon. A komáromi polgárok már értesültek arról, hogy az intézménynek már hónapok óta nincsen kinevezett vezetője. A helyzet azt követően alakult így, hogy az otthon az elmúlt években sajnos nem nyújtotta azt, amit azelőtt, a fénykorában. Ezért is lett leváltva az előző igazgatónő, és meghirdetve egy új versenypályázat szeptember 5-ére. Ennek eredményeképpen a versenypályázat győztesét a képviselőtestület nagy többséggel megválasztotta az intézmény igazgatójává. Remélem, hogy az idősek otthona a jövőben ugyanazt a színvonalat biztosítja majd, mint azelőtt. És ismét a város kirakat intézménye az ország egyik legjobb intézménye lesz. És hogy a lakók, de mi mindannyian is elégedettek leszünk. Môže stať výkladnou skriňou nášho mesta a jedným z najlepších domov seniorov na Slovensku, a že obyvatelia, ale nielen obyvatelia, ale my všetci budeme spokojní. Több fontos kérdés került terítékre, foglalkoztunk az egyes, illetve a kettes lakótelepen kialakult helyzettel. Az ott élő lakók egyre nehezebben viselik el az összeférhetetlen polgártársainknak a viselkedését. Most is megjelentek a testületi ülésen, kérték, hogy a város határozottabban lépjen fel e lakók ellen. Én úgy látom, a dr. Kniss Imre, a polgármester úr próbálja a helyzetet kezelni, de az ott lakók szerint ez kevés, és mi is úgy látjuk, hogy talán határozottabban kellene fellépni. Az ott lakók elvárnák a polgármester úrtól, hogyha a törvénysértő állapotok uralkodnak a lakótelepen, akkor éljen törvény adta jogával, és szabjon ki büntetés azokra, akik ezt megérdemlik. Fontos kérdés volt a nyugdíjas otthon igazgatójának a megválasztása is. Olyan hírek röppentek fel, hogy a polgármester úr nem akarja javasolni a bizottság által javasolt személy, de ez úgy néz ki, hogy alaptalan volt, és itt szeretném megköszönni a polgármester úrnak, hogy akceptálta a bizottság javaslatát, és Polgár Hedviget javasolta igazgatónak. A képviselőtestület nagy többséggel ezt meg is szavazta, és bízom benne, az új igazgató asszony október 1-től be tud lépni új munkahelyére, és ott kialakult helyzetet kezeli, hisz a nyugdíjas otthon pár évvel ezelőtt még az ország egyik legjobb nyugdíjas otthona volt, az elmúlt években gondolkodottak, de bízom benne, az igazgatóasszony vezetői gyakorlatát latba véve és mindenkivel leülve a helyzetet majd megfelelő módon kezeli. Terítékre került az egy hónap ezelőtt kialakult katasztrófa helyzet is, egy özönvízszerű
eső érte a Komáromot. Az igazsághoz tartozik, hogy ezzel a nehezett volna védekezni, de meg kell érteni a lakók aggodalmát is, fájdalmát is, nagyon sok embernek óriási kára keletkezett, és ők joggal várják el, hogy a város valamit kezdjen a csatornarendszerrel, egy részét talán fel kéne újítani, gyakrabban kellene tisztítani. Ehhez a kérdéshez mindenképpen vissza fogunk térni. Én javasoltam a hivatalnak, hogy gondolkodjon el azon. Pár hónap ezelőtt megszavaztunk egy 2,25 milliós tételt az utak felújítására, amit szeretnék kihangsúlyozni, nagyon fontos, hisz az utak is nagyon rossz állapotban vannak, de lehet, hogy ennek a pénznek egy részét át kellene csoportosítani a csatornarendszernek a tisztítására, felújítására, hisz a lakók joggal várják el a helyzetnek a rendezését. Fontos pont volt a tárgyási rend megtárgyalása. Én is képviselőként látom, hogy a helyzet így már sokáig nem működhet, tarthatatlan, hisz effektíveben kellene működtetni a testületet, viszont azt a pontot, hogy 5 percben limitálták volna a képviselők hozzászólási lehetőségét, nem tudtuk elfogadni, és valószínűleg, mivel beterjesztő ezt a kérésünket, hogy ezt kicsit növeljük ezt az időt, nem akceptálta, az alakult ki ez a helyzet, hogy a testület végül is nem fogadta el az új tárgyalási rendet. Viszont a régi tárgyalási rend is tartalmaz rengeteg olyan elemet, hogyha a polgármester úr határozottabban vezetné az ülést, akkor nem lennének ilyen hosszú üléseink. Tegnap megkezdtük az őszi időnt 2016-ban, illetve azt kell mondani, hogy a július ülésnek a befejezésének kellett volna lennie, megtörténnie. Az én véleményem az az, hogy nem jó a programpontoknak a sorrendbe rakása, tehát teljesen másként kellene csinálni a prioritásokat. Ebben az esetben is úgy gondolom, hogy a vagyonjogi kérdések voltak azok, amit az első helyre kellett volna rakni, hiszen a lakosok kérvényeire már 2-3 hónapja várakozott. És most megint nem tudtuk átvenni időszűke hiányában. Ugyanakkor fontos dolgokról tárgyaltunk. Amit én talán kiemelnék, hogy a lakosokat még jobban informáljuk, a természeti katasztrófa okozta károk, ami városunkban legalábbis a bejelentett károk felbecslése alapján 1 millió euró körül mozog, de a városnak is több mint 170 ezer eurós kára van. Egyetlen egy dolgot tudni kell, a város kanalizációs rendszerének a kapacitása, a maximális kapacitása 9600 liter per szekundum, vagyis 9,6 köbméter tud másodpercenként kinyomni, viszont ebben az esetben 36 ezer liter per szekundum, 36 köbméter jött másodpercenként. Tehát majdnem négyszerese, és ezt lehetetlen ilyen módon megoldani. Természetesen ennek ellenére gondolkozni kell azon, hogy milyen technikai megoldásokkal lehet ezeket a természeti károkat a jövőben csökkenteni. Sajnos a jövőben a klímaváltozás okozta problémákkal számolni fog kelleni, és lehet, hogy egyre sűrűbben lesznek, ezért komolyan fel fog kelleni készülni erre, viszont óriási pénzeszközöket igényel bármi nemű technikai megoldás. Két olyan pont került megtárgyalásra, amik szintén nem szerepeltek az ülés programján, viszont teljesen indokoltak voltak. Gondolok itt az 1-es és a 2-es lakótelepen lakók felszólalásaira, illetve Deminger úr felszólalására Őrsújfaluról. Abszolút megértem őket, hogy felháborodottak, elkeseredettek, mert semmi nem történik ezekben az ügyekben. Az Őrsújfalusiak esetében már 2009-től húzódik ez a probléma, igazándiból semmilyen megoldással. Az 1-es és a 2-es lakótelep lakóinak a panasza júliusban azzal lett odébb téve, hogy szeptemberben konkrét, radikális javaslatokkal fog előállni a város vezetősége. Ehhez képest a lakosok ismételt felszólalásaira most szeptemberben kiderült, hogy abszolút nem is volt fölkészülve a város vezetése, hogy valamilyen konkrét válaszokat adjon, hiszen nem is szerepelt a programban ez a téma. Nagyon szépen hangzanak az olyan mondatok, hogy foglalkozunk a problémával, tárgyalásokat folytatunk, ezzel kezdjük és zárjuk a napjainkat. Ettől még nem változik meg semmi. Majd következett az én általam beterjesztett tárgyalási rend megtárgyalása. 2 órán keresztül folyt a vita erről az egy pontról.
Nagyon sokaknak csípte a szemét az a korlátozás, amelyik megszabta volna, hogy maximum 5 percig beszélhet egy képviselő a felszólalásában. Természetesen lehetővé téve, hogy amennyiben fontos dologról van szó, akkor ezt az időtartamot kibővíthetjük. Sokan ezt a korlátozást összekötötték azzal, hogy a képviselőnek joga van elmondani a véleményét. Ezt soha senki nem vitatta. Viszont sehol nincs leírva, hogy nincs joga a testületnek korlátozni a hozzászólás időtartamát. Ugye szerkesztő úr, te is elmondtad az interjú elején, hogy 2 perc áll a rendelkezésemre. Én most itt mondhatnám azt, hogy nekem, mint képviselőnek jogom van elmondani a véleményemet, és ne korlátozza engem azzal, hogy 2 percben megszabott, kikérem magamnak. De hát, hogyha így viselkednénk, akkor mikor lenne vége ennek az interjúnak? Meglepett a szavazás eredménye, ami végül is döntetlen lett, de ugye a döntetlen azt jelentette, hogy a beterjesztett javaslat nem lett elfogadva. És a véget lepett meg, mert voltak olyan képviselők, akik érzésem szerint felszólalásukban, mintha egyetértettek volna ezekkel a módosításokkal, végül a szavazásnál mégis ellene szavaztak. Természetesen szívük joga, és ezzel nekem nincs is különösebb problémám. Én úgy érzem, hogy mi függetlenek, a KFC 8 tagja, akik ezt a javaslatot végül is beterjesztettük, vagy emögé beálltunk, megtettük azt a lépést, amivel úgy éreztük, hogy valamit lehetne javítani a tárgyalási rendünkön, a munkánk hatékonyságán. Nem lett meg a szükséges többség, tehát marad az eddig érvényes tárgyalási rend. Természetesen ezt akceptáljuk, és ennek szellemében fogunk tovább dolgozni. Mindenképpen fontos elmondani azt is, amit a beterjesztésnél is említettem, hogy maga a tárgyalási rend módosítása egymagában nem változtatta volna meg teljesen a tárgyalási kultúránkat. Ahhoz, hogy a munkánk hatékonyabb legyen, mindenképpen szükséges lenne még további 2 tényezőn változtatni. Az egyik a hivatal anyag előkészítő munkáján, nagyon sokszor azért húzódnak el az üléseink, mert vissza kell adni a rosszul előkészített anyagokat, és újra behozni egy következőn, illetve hát egyértelműen az ülés vezetése is nagyon sok kívánivalót hagy maga után.